Az elmúlt két évben Érden rendezték meg a női röplabda Magyar Kupa döntőjét, és mindkét alkalommal a nyíregyháziak emelhették magasba a serleget a Békéscsaba legyőzése után. Így már összesen 8 kupa győzelmet számol a Nyíregyházán a női szakág, a 9-et pedig hazai környezetben gyűjtheti be Hollósi László együttese. A kupa döntő rendezője a szövetség, a házigazda pedig a Continental Arena. Mint a rendezvénnyel kapcsolatos hétfői sajtótájékoztatón elhangzott, teltházat várnak a döntőn a szervezők. Nem újdonság számunkra, hogy házigazdája leszünk a Magyar Kupának, bár már nagyon régen rendeztünk utoljára 2008-ban Magyar Kupa döntőt. Én azt gondolom, hogy a nemzetközi megmérettetések és színvonalas bajnoki mérkőzések rendezésében már járatosok vagyunk, nem hiszem, hogy problémát fog jelenteni, viszont a szurkolókat nagyon várjuk, hogy megtöltsék az arénát. Bármint csak február elején járunk, a nyíregyházi együttes idén már több hazai és nemzetközi meccset tud maga mögött. A vezetőedző szerint jó formában várják a kupadöntőt. Én úgy gondolom, hogy a csapat készen áll a csütörtöki mérkőzésre. A legutóbbi hetek azt mutatták, hogy tényleg, hogyha oda tudunk koncentrálni egy mérkőzésre, akkor azért szépen tudunk játszani. Tehát akár itt a Újpest ellen, illetve a Békéscsabai elleni mérkőzésre gondolok. Főleg itt a Békéscsabai mérkőzést emelném ki, ahol már többször említettem, ha bár a tabellán ugye mi foglaljuk el az előkelő pozíciót, de hát ugye a három új játékosnak köszönhetően én úgy gondolom, hogy nem az volt a papírforma, hogy 3-0-ra nyerjünk. Úgyhogy tényleg az egy nagyon biztató mérkőzés volt. Igazából már várjuk ezt a mérkőzést, tehát mint a derbi, mint a lovak a derbi napját, tényleg izgatottan várjuk, de még egyszer hangsúlyozom, készen állunk a megmérettetésre, úgyhogy már csak a show-nak kell érkeznie. Csütörtökön először 17 órai kezdett el az UTE és a Jászberényi pályára bronzmérkőzéssel a Continental Arénában, majd 19.30-kor kezdődik a Fátum Nyíregyháza Vasas Óbuda Magyar Kupa döntő.